A rendezvényen a magyar szó, a hét nap, a Ruszke Szlovo, a Libertate és a Hlas Ljudu kisebbségi újságok munkatársai vesznek részt. A Good Story című tanácskozáson egyebek között az együttes fellépésről, meg a fiataloknak a korszerű médiával szembeni elvárásairól tárgyaltak. Már másfél éve közösen működünk, és ez az ifjúsági kiadványokat is érinti. Közösen lépünk fel a médiát népszerűsítő és forgalmazási tevékenységek alkalmával is. A fejlődés már észlelhető. Ez a mai esemény egy újabb lépés, és meglátjuk majd, hogy mire jutunk a jövőbeni terveket illetően. A kisebbségi médiumokhoz másképpen kell viszonyulni, és ezt fel kell ismerni, hogy a piacon is sokkal jobban érvényesülhessenek. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy megjelenjünk, hogy be tudjunk mutatkozni a többi képviselőnek is, és hogy bemutassuk az újságot, azt, hogy a problémákat megbeszéljük kölcsönösen, és esetleg közösen keresünk egy új utat, ami esetleg megmutassa majd a jövőt, hogy tudjunk alkalmazkodni a modernizáció követelményeihez. Ami a printet illeti, tehát a nyomtatott lapot, ez szeptembertől csökkenni fog, és havonta egyszer fog megjelenni. Viszont az újságot lehet olvasni interneten is. Van egy oldal, ahol az olvasók, a fiatalok tudnak bennünket követni, a cikkeket olvasni, ott különböző újításokat fogunk véghez vinni, úgyhogy a modern kornak megfelelően követjük a trendeket. A tanácskozás a nyomtatott és az online kiadások fejlesztésének és korszerűsítésének a lehetőségeire fektette a hangsúlyt.